Sziasztok, kedves lányok, kedves srácok! Sok ember, köztük én is úgy tartja, hogy a világ, amelyben élünk, hihetetlenül bizarr, félelmetes és tele van meglepetésekkel. Beszéljünk itt például arról, hogy nagyon, de nagyon sokszor találkozunk megmagyarázhatatlan jelenségekkel, megmagyarázhatatlan történésekkel, stb. Stb. Na már most, ebben a videóban elhoztam nektek 12 furcsa, de mégis érdekes helyet a világból, amikre egyszerűen nincsenek szavak. Én csak azt tudom nektek mondani, hogy nézzétek végig a videót, és esetleg, ha van valami jó kis hozzáfűzni valótok, akkor azt majd a komment szekcióban jelezzétek nekem. Jöjjön akkor a videó, jó szórakozást hozzá! Még mielőtt elkezdenénk a videót, szeretnék titeket megkérni arra, hogy mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszenek az ilyesfajta videók vagy esetleg tartalmak. Ezzel jelzitek nekem azt, hogy szeretnétek még többet, és hogy legyenek még videók. Köszi szépen, csak ennyit szerettem volna mondani, most már tényleg jöjjön a videó. Tizenkettedik. Stonehenge, Anglia. A Stonehenge körkörösen elrendezett, kőtömbökből és földsáncokból álló monumentális ókori építmény az angliai Wiltshire-ben Shrewsbury-től mintegy 13 kilométerre északra. Kiépítése Krisztus előtt 2500 körül kezdődött és 2100 körül fejeződött be. A hely korabeli szerepével kapcsolatos elméletek az 1919-ben, de főként az 1950-ben indult ásatások nyomán születtek. Az öt brit egyetem összefogásával készült kutatás eredménye alapján kialakult legfrissebb álláspont szerint olyan emlékmű, mely az addig jó részt háborúskodásban élő törzsek egységét jelképezi. A régészeti helyet és környékét az UNESCO 1986-ban a világ kulturális örökségének jegyzékébe vette fel. 11. Wave Rock, Nyugat-Ausztrália. Egy természetes sziklaképződmény, amelynek alakja egy magas, áttörő óceán hullám. Az idézőjeles hullám körülbelül 15 méter magas és körülbelül 110 méter hosszú. Ez egy magányos domb északi oldalát képezi, amelyet Haydun Rock néven ismernek. Ez a hegy, amely a Granit Inselberg körülbelül 3 km-re fekszik, Haydun kisvárosától és 296 km-re kelet-délkeletre Perth-től Nyugat-Ausztráliában. A Wave Rock és a Haydun Rock egy 160 hektáros, azaz 395 hektáros természetvédelmi terület, a Haydun Wildlife Park része. Évente több mint 100 000 turista látogat el. 10. Whalebone Sikátor, Szibéria. Valahol a Szibéria tiszta vadvidékén több tucat 600 éves bálnavadász csont helyezkedik el, amely vízszintes helyzetben áll, két oldalas vonallal elrendezve, párhuzamban állnak egymással. 9. Cat Island, Japán. Létezik egy hely a világon, ahol teljességgel átvették az uralmat a macskák. Ez a kis sziget Japánban található, Miyagi tartományban. Hivatalosan úgy hívják, hogy Tashiro Yima, elnézést a kiejtésért, de mindenki csak Macska Mennyország szigetnek nevezi. Az történt ugyanis, hogy a macskák létszáma immár átlépte az emberi populáció létszámát a szigeten, a mindössze 102 lábú pedig örömmel gondoskodik róluk, mert úgy hiszik, hogy ez jó szerencsét és gazdaságot hoz nekik. Sajnálatos módon a lakosságot szép lassan a kihalás fenyegeti, mivel főleg idősebbek élnek ott, és a hivatalos források szerint már most 50%-uk 65 év feletti. 8. Kéz a sivatagban. A sivatag keze, spanyolul Mano del Desierto, egy kezet formázó, nagyméretű szobor a chilei Atacama sivatagban. A szobrot Mario Irarrázabal készítette felavatására 1992. március 28-án került sor. Elkészítését a Corporación Pro Antofagasta támogatta, és ők azok, akik karbantartását is végzik. Erre azért van szükség, mert egyrészt a helyszínen rendkívül nagy a napi hőingás, és ez megviseli az anyagát, másrészt néhány látogató festékszóróval rendszeresen megrongálja. 7.
Mounsell tenger erődjei, északi tenger, Anglia. A Mounsell féle erődöket Guy Mounsell brit mérnök tervezte, és az északi tengeren a kelet-angliai partoktól 7-10 mérföldnyi távolságra találhatók. A vízi erődök valójában mesterséges, felfegyverzett szigetek voltak, amelyek előre jelezték, ha ellenséges repülőgépek közeledtek, lőhettek is rájuk, valamint ellenőrizték a hajózási útvonalakat. Az építményeket a világháború után nem küldték rögtön nyugdíjba, fegyverzetüket és felszerelésüket a hidegháború első éveiben korszerűsítették, ám 1960-ban aztán végleg leáldozott nekik. A katonai vezetők belátták, hogy a tengeri erődök elavultá és drágán fenntarthatóvá váltak, ezért a legtöbbjükről elvitték a fegyverzetet, az összekötő hidakat lebontották. Egy ideig még maradt rajtuk 4 fős karbantartó személyzet, mára azonban a tornyok többsége teljesen elhagyatottá vált. Egy kivétellel. Paddy Roy Bates, brit őrnagy, világéletében kedvelte a kalandokat, így hát gondolt egyet, és 1967-ben családjával beköltözött az egyik üresen álló U. Van Rauxens névre hallgató erődbe. 6. Szélkatedrális, namíki sivatag, Namíbia. A szélkatedrális egy sor sivatagi homok képződmény. Ezek a homokdűnék elsősorban a Namib sivatag Sossusvlei régiójában találhatók. Namíbia országának délnyugati részén van. Ezen a területen a magas homokdűnék képződményei miatt a Namib része vonzó turisztikai célpont. A Namib sivatagban a napközben 45 Celsius fokon többé-kevésbé állandó időjárás van, így az év bármely ideje egyformán jó alkalom a látogatásra. Windhoekben azonban Namíbia látogatása a legjobb szeptembertől októberig. Ez akkor fordul elő, amikor a helyi állatok az öntözési lyukak felé mozdulnak el, és így a turisták számára jobban láthatóak. 5. Szívalakú sziget, Fidzsi szigetek. A Fidzsi szigetek egyik igazi kis gyöngyszeme a Tavarua sziget, amely nem csupán tömzsi szívalakjával nyeri el az ide látogatók szeretetét. Igazán sokrétű kikapcsolódást nyújt mindenkinek, különösen pedig a vízi sportok, azon belül is főleg a szörfözés szerelmeseinek. Nagy kár, hogy éppen a föld másik oldalán van. 4. Skaftafell, Izland. Évszázadokon keresztül, ahogy folyt lefelé a jég, az Öreafeljökull vulkán lejtőin a nagy nyomás hatására a gleccser tömör jéggé alakult. A levegő hiánya miatt elnyerte az összes fényt, kivéve a kék frakciót, mely szabad szemmel is látható. A mélykék színű jégbarlang a gleccser olvadásakor jött létre. A vízesés felolvasztott egy lyukat a gleccserben, majd a víz egyre mélyebbre hatolt a hasadékokban, végül megfagyott, jégbarlanggá változtatva a gleccser alsó szakaszát. A gleccser gyors mozgásának hatására, azaz gyorsat úgy kell érteni, naponta 1 méter, a jégbarlang többször is felszakad, ezáltal függőleges, úgynevezett kerrákok keletkeznek rajta. Ez a jelenség okozza, hogy indirekt fény jut a barlangba, mely megvilágítja a jégalagutat. A jégbarlangok instabil képződmények, bármikor beomolhatnak, ezért veszélyes a közelükbe menni. Kizárólag télen látogathatók, amikor a hideg megkeményíti a jeget. Még így is lehet hallani az állandó repedések hangját, melyek a folyamatos keletkeznek a gleccser mozgásnak köszönhetően. 3. Devil's Pulpit, Skócia. Az ördög szószike, vagyis a Devil's Pulpit mintapéldája annak, ami különlegessé és titokzatossá teszi a skót vidéket. A szószék egy magas sziklafalakkal határolt szurdok mélyén fekszik, ahova egy meredek, ódon kőlépcső segítségével lehet leóvakodni. A szurdok mélyén csörgedezik a híres vérfolyó, mely az évszakoktól függően a vörös különböző árnyalataiban pompázik. A folyót követve a szurdok mélyén végül megpillantatja a kitartó túrázó, a szószéket, ami a folyóból kiemelkedő domb közepén található kőképződmény és a víz faragta pulpitus formájúra. A napfény alig-alig tud lehatolni a szurdok mélyére, örökös félhomályba borítva a hihetetlen, színekben pompázó folyót,
amint körülöleli ezt a különleges emelvényt. A hely igazán földön túli látvány kelt, mely megborzongatja az ember testében és lelkében egyaránt. A víz vörössége az alatta lévő vörös homokkőtől származik. Tehát valójában nem a víz piros, hanem az, ami alatta van, ami vérvörös színt ad neki. Második, Húsvétsziget, Moai szobrok, Chile. A csendes óceán délkeleti részén, Óceánia területén található Húsvétsziget, Rapa Nui nyelven Rapa Nui. Leginkább a rajta fennmaradt mintegy 900 monumentális kőszobor révén híres. A lenyűgöző sziget néprajzilag Polinézia része, jogilag Chile tartománya 1888 óta. Nevét Jacob Roggeveen holland tengerészkapitánytól kapta, aki 1722-ben húsvét vasárnapján fedezte fel. A sziget területének 40%-a a Rapa Nui Nemzeti Parkhoz tartozik, ami a világörökség része. A vulkanikus kőzetből kivált legendás szobrokat, az úgynevezett moaikat a 12. és a 16. század között készítették a polinéziai őslakosok. Nem tudni biztosan, hogy milyen célt szolgáltak, de a kutatók úgy vélik, az ősök képmásai lehettek. Minden alkalommal, mikor a törzs egy fontos tagja meghalt, egy újabb szobrot emeltek a sziget lakói. A 887 monolit mind a parton, vagy a parthoz közel áll, a szigetet őrizve. A legnagyobb idézeles páró nevű fej 10 méternél is magasabb, és 80 tonnát nyom. Na és hát el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, na de akkor lássuk, dopergést kérek, az első helyezett nem más, mint a Babák szigete, Mexikó. A sziget neve szó szerint lefordítva Babák szigetét jelent, és szomorú történet fűződik hozzá. Don Julian Santana Barrera földműves, aki gazdálkodni jött a szigetre, egy nap egy halott kislány testét fedezte fel a közeli sziget partján. A kislány nagyon különleges körülmények között halt meg, és a farmer gazda már nem tudott rajta segíteni. A kislány mellett egy játékbabát is talált, amely feltehetően az övé volt. Idővel játékbabák jelentek meg a csatornákban, és a gazdálkodó úgy vélte, hogy ez egy jel, tehát meg volt győződve arról, hogy a halott kislányok lelkei a babájukba rekedtek, és azért kezdte el fellógatni őket a fákra, hogy megtalálják a saját békéjüket. Az elhunyt iránti tisztelet azonban idővel megszállottsággá vált, a férfi átkutatta a hulladéklerakókat babákért, gyümölcsökre cserélte el őket, és egyre többet akasztott fel a szigeten. Azt állította, hogy a fejében lévő hangok parancsolják ezt neki. A lány szelleme, akinek a hangokat tulajdonította, soha nem volt elégedett, ezért végül az életével fizetett a férfi. 50 évnyi gyűjtögetés után a gazdát ugyanazon a helyen találták meg, ahol ő a kislányt egykor. Na hát el is érkeztünk a videó végéhez, én nagyon szépen meg szeretném köszönetek a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha szeretnétek követni a munkásságomat, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Találkozunk a következő élőadás vagy esetleg videó formájában. További szép napot nektek, peace testvéreim, sziasztok!